tekintettel arra, hogy mint Gyurcsány Ferenc lehetséges miniszterelnök jelöltje merült föl. Visszautasítom, én nem Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelöltje vagyok, hanem egy olyan név, akit mellesleg nem csak Gyurcsány Ferenc, hanem mások is már megneveztek, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt nincs itt az ideje ennek a kérdésnek, másrészt nem én fogom eldönteni, hogy leszek-e miniszterelnök jelölt. Vállalnál, hogyha érkezne ilyen felkérés önnek? Nem hiszem, hogy az én személyem lenne itt a fontos, inkább az a jelenség, amit ez a felvetés takar. Én egy független ember vagyok, ezt azt is jelenti, hogy tulajdonképpen egyik oldal sem vállal fel tulajdonképpen teljes mértékben, én ahogy látom függetlenként. Amíg Orbán Viktor nagyon ügyesen egy táborba tudta tömöríteni azokat az embereket, akik idézőjelben jobboldalinak mondják magukat, addig ez a másik oldalon nem sikerült. Azonban, amire felhívnám a figyelmet, ma Magyarországon nem hiszem, hogy az lenne az elsődleges kérdés, hogy valaki jobb vagy bal oldalon áll, hanem hogy tulajdonképpen holnap mit ad enni a gyermekének, vagy hogy Magyarországot jelenleg az Európai Unióban, illetve ebben az európai viszonyrendszerben hogyan képzeli. És hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok fiatal kimegy, mert itt nem talál jövőt, talán lehet, hogy nekik is elegük van abból, hogy állandóan két táborra osztjuk ezt az országot. És felhívnám még egyre a figyelmet. Ma Magyarországon, hogyha megnézzük a Fidesz 106-os listáját, ha jól számoltam, 6 női jelölt van összesen a 106-ból. Nem kellene több nőt bevonni a politikába, csupán azért, hogy megváltozzon a hangnem, esetleg jobban a kompromisszumokra helyeződjön a hangsúly. Én azt látom, mint választópolgár, legyen ez a női jobb vagy bal oldalon, hogy az a politikai hangnem, ami most van, ez tarthatatlan. És ebben mondjuk egy nő, hogyha a nőiségének azt az oldalát mutatja be, ahogy most mi beszélgetünk, valószínű értelmesen elmondja az alternatíváit. Amikor Esztergomban felkértek 2010. július 26-án, hogy legyek egy közös jelölt, akkor fejtörést okozott nekem, hogy az ember feladja a szakmai életét, a karrierjét. Aztán az a gondolat, hogy egy asztalhoz ült szinte minden olyan párt, amiről el se tudjuk képzelni, hogy egy platformon lehet, azt mondtam, hogy rendben van, próbáljuk meg. És én azt szoktam mondani, hogy én vagy a rendszer hibája vagyok, vagy a jövő. Tehát valószínű, itt nem csak azokra az ellenzéki pártokra kell gondolni, hanem kicsit kijebb. Itt azért nagyon sok párton kívüli ember van, és a mérések most már 40-50% körül jelzik azokat az ingadozókat, vagy nem pártagokat, akik bizony más alternatívában is gondolkodnak. Ezért mondom azt, hogy nem csak az ellenzék kellene, hogy egy közös jelöltet találjon.